Három hét szünet után játszanak ismét bajnoki mérkőzést a szuperligás nyíregyházi tekézők. A listavezető Zalaegerszegtől elszenvedett vereséget követő hétvégén nem rendeztek fordulót a legmagasabb osztályban. Az elmúlt szombaton a Szeged Bajnokok Ligája kötelezettsége miatt elmaradt a tiszapartiak vendégjátéka, de az NTK játékosai igyekeztek formában tartani magukat a sorsdöntőnek ígérkező Szegvár elleni mérkőzés előtt. Zalaegerszegi hétvégén után következett a megyei egyéni lebonyolításának az időpontja, amelyet immáron ismételten a Szlovenszki Tibor nyert 602 fával, úgyhogy az a hétvége is játékkal telt. A rákövetkező hétvégén Kazincbarcikán vettünk részt egy felemás csapattal egy edzőmérkőzésen, hogy kihasználjuk a bajnokság szünetét. Ott 5-3 arányú vereséget szenvedtünk, de mindenképpen biztató formákat láttunk, és hozzáteszem, hogy hakkeltező 614 fás eredménye az mindenképpen kiemelkedett a csapatunkból. A Szuperligából két csapat esik ki. Az NTK 6 ponttal, amíg bennmaradás jelentő 10. helyen áll, megelőzve a 4 pontos Vasasszonyfát és a 2 pontos Szegvárt. Győzelmükkel a nyíregyháziak le tudnák szakítani a szegváriakat, ráadásul van is miért visszavágniuk fintáiknak, ugyanis a csongrádiak éppen ellenük szerezték egyetlen szezonbeli győzelmüket. Úgy érzem, hogy most a csapat eléggé feljövőben van, ugye egyéni teljesítményekben, mint csapatszinten. Én nagyon bízom benne, hogy egy hazai győzelmet tudunk majd ünnepelni a hétvégi fordulóban. Az utolsó helyezett Szegvár jön hozzánk. Sajnos ott nem sikerült nekünk diadalmaskodni ellenük, de idehaza mindenképpen szeretnénk győzni, és ezzel tovább zárkózni a középmezőnyhöz, és ezáltal leszakítani magunkról, majdnem azt lehet mondani, végérvényesen a Szegvár csapatát, és akkor még ott lesz majd a Vasasszonyfa elleni küzdelmünk, ami majd több hét múlva, másfél hónap múlva következik. Addigra már mindenképpen szeretnénk egy kicsit nyugodtabban készülni, és ennek nagyon fontos állomása mostani szombati játékunk, hogy a Szegvárt idehaza megverjük. A nyíregyházi Tekeklub Szegvár mérkőzés szombaton 14 órakor kezdődik a Városi Stadion Tekecsarnokában.